Évzáró ifjúsági találkozót szervezett az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szervezete. A rendezvényen a Hieroteosz Egyesület és az UNGTISZA Szamostúr határmenti egyesület tagjai is részt vettek. A találkozó helyszínét Vásárosnamény biztosította, ahol szintén fontosnak tartják az évvégi számvetést. Advent második hétvégéje közeledik, az advent útján elindulunk a karácsonyhoz, a karácsony pedig a szeretet útján egymáshoz vezeti az embereket. Ilyenkor évvégén elgondolkodunk azon, hogy hogyan is értünk el idáig, egyfajta számvetést végzünk. Ez nagyon fontos, pláne egy ilyen kisváros életében, ahol gyakran az itt élők nem veszik észre azt, hogy mi történik, de ha valaki távolabbról, esetleg egy-két év után tér haza, az látja a változásokat. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetségnek számos olyan ügyet sikerült felkarolni, ami fontos a szervezet számára, közölte Kis András helyi elnök. Az országnak egy olyan eredményt sikerült elérni, amire az X-es fiatalok is büszkék lehetnek. Többek között ezért is volt kiemelkedő ez az év. Magyarországon először egymás utáni három országgyűlési választáson egy pártcsalád, a mi pártcsaládunk a Fidesz-KDNP alakított kormányt, és megalakulhatott a negyedik Orbán kormány. Mi, X-esek, fiatal kereszténydemokraták, ezt tartjuk az év legnagyobb eredményének, és azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy egy olyan országot építettünk közösen az előttünk járó generációkkal, amelyre 2030-ra büszkék lehetünk. Az a legfontosabb számunkra, a fiatalok számára, hogy 2030-ra Magyarország, a magyar nemzet itt a Kárpát-medencében Európa legeredményesebb, legsikeresebb népévé váljon. A fiatalok részvétele a közéletben egy fontos ügy a kormány számára. Bár nehéz megszólítani őket, de mindig próbálkoznak, közölte a stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár. Hozzátette, a jelenlegi nemzeti konzultáció is a fiatalság helyzetét és véleményét szeretné megismerni. A kérdőívet országos szinten már több mint 773 ezeren küldték vissza. A politika egyik véget nem érő feladata, hogy felkeltse a fiatal korosztály érdeklődését. Mindig vannak olyan fiatalok egyébként, akik kifejezetten érdeklődnek közéleti kérdések iránt, úgyhogy fontos is azt gondolom, hogy az oktatásban is megjelenik az állampolgári ismeretek átadásával, hogy ott is elkezdődik ez a fajta felkészítése a fiataloknak is, hogy minél több tudás, minél több ismeretet szerezzenek az államnak a működéséről is, és egyébként pedig a közéletbe való részvételre is felkészülhessenek. Ez egy véget nem érő munka, mindig tenni kell, azért is jó ez a rendezvény, mert itt is fiatalok között beszélgetünk közéletről, politikáról, tehát ők is elmondhatják a véleményüket, meg a kormányzat részéről is el tudjuk mondani, hogy mi hogy látjuk a kérdéseket. Több olyan intézkedés volt ebben az évben, például az első ingyenes nyelvvizsgának a kiterjesztése, ami szintén rengeteg fiatal számára egy fontos intézkedés volt, és azt gondoljuk, hogy ezt majd lehet folytatni is. Mindig a fiatalokról kell, hogy szóljon a politika, a fiatalokról is kell, hogy szóljon a politika, és ezért a kormány kész is tenni. Az első lépéseket mindig helyben kell megtenni, tette hozzá a stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár, aki kiemelte, az országos átlaghoz képest Szabolcs megyében kifejezetten aktív az X szervezete.